endokrinológus várta a nézői telefonokat, pajzsmirigy gyulladás témakörében. Csörgött a telefon egész délelőtt? Valóban. Ez így volt, igen, és nagyon sok érdekes beteg volt, aki jelentkezett és tanácsolt kért, hogy egyszerűen csak elmesélt azt, hogy milyen betegsége van. Vártam azt, és számítottam valahol arra, hogy nagyon sok volt a pajzsmirigy alulműködéses beteg, akik kezelést kapnak, van közöttük idős, fiatal, zömében hölgyek. Volt olyan eset is, amikor egy fiatal embernek egy bakteriális gyulladása volt, ami antibiotikumra szűnt. Van olyan kismama, aki most 43 éves és ikreket vár, és hát ezért nagyon izgul, hogy mi lesz, de hál' Istennek jók az eredmények. Előfordultak például szemtünetek, mert a pajzsmirigy betegségben előfordulhat például szemszárasság vagy szemkönnyezés, és volt ilyen beteg is, akinek szemtünetei voltak. Volt, akinek nagy göbe van, és azt operálni tervezik, és ezzel kapcsolatosan kér tanácsot. Lehetséges az, hogy ha a pajzsmirigyünk valamilyen formában elmegy, mindegy, pozitív vagy negatív irányban, de életmódot változtatunk, akkor úgymond majd a gyógyszeres kezelést el tudjuk hagyni a végén? Enyhébb esetekben. Én azt gondolom, hogy enyhébb esetekben, de mindenképp én azt szeretném, hogy legyenek a betegek tényleg rendesen kivizsgálva a pajzsmirigy szempontból, és kapják meg a megfelelő kezelést. Egyébként most, hogy a kismamát említettük, ha valaki pajzsmirigy problémával küzd és hormon gyógyszert kell szednie, akkor a terhesség alatt is ugyanúgy ezt szedheti, vagy fel kell, akkor hagyjon vele? Muszáj természetesen, sőt kötelező, és rendszeresen ellenőrizni kell, mert a terhesség alatt nyilván, hát ugye fizikailag ott a baba meg az édesanyja, tehát növekedhet a hormonigény, tehát mindig utána kell állítani, ha erre szükség van, de mindenképp meg kell nézni, legalább a trimesteren. Te voltál ilyen vizsgálaton? Nem volt. Hát a vérből, azt, tehát egy normál vérképből azért azt látja az orvos. A gondozás kapcsán biztos, hogy megnézi a nőgyógy, persze, hogy így nagyjából hol van ez a szinted? Hát biztos, hogy nem alacsony neked. Sajnos ez így van nálunk, én kapom mindig az ívet, de jól hát de tudom nem, válni. Hát vékony vagy, tökéletes a body, csinos vagy, ki vagy virul, vagy mindig mellettem. Igen. De pajzsmirigy probléma nem lehet, igaz? Majd elmegyek egy következő vérvételre, és megtudjuk, jó? Nagyon szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.